Debussy. Nem megy el még az amerikai tánczene mellett sem, szintén a Children's Cronerben van benne, a Cake Walk, ami egy amerikai tánczene. Ez a zenéje is mutatja, hogy volt humorérzéke. Még a legdramatikusabb pillanatokban sem hagyta el, amikor például a bélrák operációja előtti nap ezt írja egy levelébe barátjának, elfelejtettem kiküldeni meghívókat, majd legközelebb gondoskodok róla. Ugye az az igazi humor, aki magán is tud nevetni, azt írja, én rengeteg befejezetlen művet hagyok magam után, mint Leonardo da Vinci, de ő zseni volt. Aztán egyik zeneszerző barátjának azt írja, nekem van egy felkérésem egy darabra, de nincs kedvem megírni. Írja meg maga, majd én aláírom. Kritikus is volt, Monsieur Crochet név alatt írta a kritikáit. Tele van humorral, szarkazmussal, és még Beethoven se kíméli. Azt írja Beethoven, Beethoven a példája annak, hogy hogy lett valaki nagy zeneszerző, anélkül lenne ízlése. A színeknek a palettáján ott volt a különböző népeknek a zenéje, amihez ő nyúlt, aminek a nyelvén megszólalt, és azt anyanyelvi szinten beszélte. Defaya, a nagy spanyol zeneszerző, ír is erről hosszasan, hogy Debussy milyen hihetetlenül spanyolul tudott zenét írni, és erre a legjobb példa megint csak egy prelüdje, a Puerta del Vino. Pont Defayától kapott egy képes lapot, amin a Alhambra kapuján a Puerta del Vino, vagyis borkapuja, ez a kép van, és ez megihlette Debussyt. Na most ez a darab az egyik kedvenc darabom, mert ez valami olyan hihetetlen, túlfűtött, az a spanyol éjszakákat érzi az ember, túlfűtött erotikával. Tényleg ez valami elképesztő.
Azt mondták Debussyre, hogy ő a modern zene atya. Hát ez igaz is. Mert a 20. században senki nem volt olyan hatásos a 20. századi komponistákra, mint ő. Bartókra, Kodályra, Stravinszkire. Ő Stravinszkivel még személyes barátságban is volt. Négykezeseztek is együtt. Ugyanakkor, amikor ő tényleg kaput nyitott következő századnak, következő generációknak, az újnak, ugyanakkor visszament az antik világba, és visszavitt bennünket olyan módon, ahogy senki más. Faun délutánja című darabja, ami a világ egyik legszebb darabja. Tényleg ötöt kellene választani, az köztelen a számomra. Tudnélik, ez a darab, ahol visszajön a görög mitológia, a mitológia, nem az a mitológia, hogy olvasok róla, hanem az a kor, amikor az emberek ebben éltek. Tehát az embereknek nem az faunok és nímfák az erdőben, hogy ezekről elképzelések. Nem, ők megjogultak, győződnek, ott vannak, ezek élnek. Az istenek azok emberi formában éltek annak az embernek. És ezután van egy hihetetlen nosztalgia, és ez a darab, ami egy pillanat alatt visszavisz bennünket ebbe a görög mitológia erdejének a varázsába, úgy, ahogy senki más.
Egyébként, amikor ezt először eljátszották, rögtön meg kellett ismételni. Ma nem fogjuk megismételni. Debussy forradalmár már volt, de a szervesen nőtt ki a múltból, a francia barokk Couperin Rameau iskolából, és táplálkozott Liszt Chopinből. Van egy ilyen mondás, nagy eredményeket az ember nem éri el, hanem elér oda. Ugye milyen nagyon, én találtam ki. Komolyan. Arról van szó, hogy például valaki elhatározza egy pap, mondjuk, hogy hát ő most univerzális szeretetet fog gyakorolni. Ezt nem lehet elhatározni. Ezt meg kell érni, hogy valaki tényleg tudja az embereket, az ellenségét is szeretni. Hát ezt nem lehet akarni. Na most Debussy azt se szeret, hogy őt bekategorizálják, nem is lehet. Egy igazi nagy zsenit nem lehet skatujába zárni egyébként. Most itt eszembe jut, amikor Kodályt megkérdezték egyszer, egy interjút adott a rádióba, és egyenes adásban ment, ugye, hogy tanár úr, mit gondol, ugye, hogyha Bartók itthon maradt volna, akkor kommunista lenne. Szóval, nem hiszem, mert Meteort nem lehet gyufaskatójába zárni. Rögtön kikapcsolták a rádiót. Na most ez nem tartozik Debussyhez, viszont az, hogy ő rá azt mondták, hogy impresszionista. Hát ez találó, mert valóban ez a szó, amit a századforduló festészetére találtak ki, ez tökéletesen jellemző arra a zenére, amit ő ért, és Ravel is. Mi ez, hogy impresszionizmus? Az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ugye hát a festészettel kapcsolatban merült fel először ez a szó, hogy nem éles vonalakat húzok meg, hanem homályos vonalakat. Nem is vonalakat, hanem homályt.
És a zenében ez a harmóniákra vonatkozik. De sokkal fontosabb ennél az, és ez a lényege az impresszionizmusnak, hogy nem a valóságot akarja visszaadni a művész, hanem azt a hatást, amit a valóság benne kelt. Tehát azt a hangulatot, azt a hatást. Tehát például felhőket nézek, akkor nem a felhőket akarja valamilyen módon, na most egy bárányfelhők, na most ez viharfelhők, nem, hanem azt az impressziót, amit az benne kelt. Mert hát bele gondolunk, hogy van egy naplemente, az egyik ember észreveszi, a másik észre se veszi, a harmadik pedig festről egy csodálatos Cézanne képet. Inkább mondni. Ezzel kapcsolatban akkor nézzünk meg egy ilyen felleg képet. Debussy első nocturne, aminek az a címe, hogy fellege. Egyébként, hogy mennyire impressionista volt Debussy, az abból is kiderült, amikor Magyarországon járt, és a Waldbauer kvartett eljátszotta a G-moll kvartettjét, és hát a próbák alatt, az egész próba alatt egy három megjegyzése volt, és az, abból az egyik ez, hogy kicsit lilábban. Most megpróbáljuk ezt lilán, ezt a felleget.